Peggy 18. Okay, let's move on to your first encounter with Osama. How did you meet him, and what the hell was he doing in Catharsis? Good question. Here's how it went down. Sziasztok, emberek! Csasszi, mostantól a kuka mellett hempereg. Na, lássunk is hozzá ez az egész Hóbele Balázs játékhoz. Mint látható, most felhívott minket ilyen misszionárius csávók, ahol megint valami bizniszsel akar minket megizélni, de nem bele fogunk foglalkozni, hisz egy másik emberkétől fogunk feladatot kapni, csak itt végignézzük ezt a kis telefonálgatás, beszélgetés, már annyira izgalmas, hogy majd behalunk tőle. Bárne lennék másnapos, de sajnos az vagyok. Na, és akkor most jön az igazi mission, ha jönnek az afgánok. Mint látható, posztád úrnak a városában bizony működik egy afgán szápkicsön, és hát nekik van bizony konkurenciájuk, valami mexikói étterem egy pláza kellős közepén, és hát egy herezacskó alakú kabala figurájuk van. Úgyhogy érdekes lesz ez a meló, hát látható, hogy Mr. Osama Bin Laden nem komázza a fizető vendégeket, úgyhogy kis baszta a picsába. Hát igen, ez egy ilyen kedves ember. Na, és most jön a feladat. A mexikóiaknál van valami Happy Meal menü, és hát azzal akar minket megbízni, hogy ezeket a here zacskó alakú plüss figurákat vigyük el ebbe az étterembe, és mintha a menüjük mellé olyan, mint a Happy Meal, csak ez ilyen afgán happy íme itt prezentálja éppen, hogy milyen az afgán happy. Hát nagyon szól. Na, és akkor a lényeg az, hogy ezt kell elvinnünk a étterembe, de hát bizony nem lesz annyira egyszerű az utazásunk, hisz mindig akadnak komplikációk egy ilyen út folyamán, és mindjárt kiderül, hogy mi lesz az a komplikáció, hát öcsém, nem számítottam volna erre a fordulatra. Ó, és ez lesz a járművünk persze, nem is egy autó, ez a kétkerékű nyavaja. Amúgy semmilyen más jármű nincs a játékban, csak ez a szarság, és igen, itt jön a fordulat, a meglepetés. Spártai, kockahasú, buzi. Kóboly. Ezek nem tudom, hogy jöttek ide, meg hogy milyen feladattal vannak ezek megbízva, de félelmetes. És akkor a lényeg az, hogy a buzi kóbolyok betámadnak majd minket utunk folyamán, és bizony meg kell őket fékeznünk abba, hogy elpusztítsák a sejhajunkat, és magukévá tegyék, és hát kezdődik is a gyönyörű szép kis játékunk, ami annyira élvezetes lesz, hogy sírni fogok a gyönyörtől. Hú, na. Fel is fegyverkeztünk, és röpke 30 másodpercen belül megjelenik az ellenség, íme, ők azok. Igen, tudom, hogy nem felém jöttek, de attól még ők azok. Ó, Istenem, ez a játék. Na. Közben egy papó itt konstatálja a mellettünk zajló eseményeket, és nagyon megvan döbbenve attól, hogy mi gépfegyverrel lőjük a humanoid lényeket. Úristen, hogy támadnak minket, jaj, és milyen sokan vannak, de hát nincs automata fegyverük, úgyhogy a meccs kimenetele már az elején eldöntetett. Ja, vele is végeztünk, azt hiszem van itt több, nincsen több. Jó, van, kicsit feltöltökezünk munícióból, amit úgy tudunk kivitelezni, hogy szépen oda megyünk a hulla fölé, és az elejét egy pisztoly fölé állunk, és még le is állják szerencsétlen hullákat, na hát, meglepő fordulat, és ott van a krocsis járművünk. De az is milyen. Mondjuk a kettőben még vicces volt, amikor a herezacskó ellen kellett harcolni, aki olyan RPG-vel lövöldözött minket, hogy hőkövetős volt és pattogott a földön. Na hát erre nem számítottam. De valahogy így a háromra ez elvesztette a varázsát. Na és akkor még meg kell keresnünk az életben maradt delikvenseket, és hát szörnyűséges módon el fogjuk őket pusztítani. Ah, ott megy az egyik illető úriember. Annyira nem egyszerű irányítani ezt a túrót, úgyhogy nézzétek el nekem, annél egy kicsit így beakadok valamelyik sarokba. Ó, és ott vagy az illető, célozzuk be. Hát csak célozni kéne megtanulnom. Úgy is utalélek, ó, micsoda epikus fight van itt, ahhoz közben valaki elkezdett minket lőni hátulról, a fene a mindenjelet.
Na, na. Ó, micsoda hajsza, hajsza. És bizony 82 golyó kell egy ilyen people-be, jó, van, sikerült vele végezni. Na, akkor keresünk még illető úriembert. Azt mondja, ott bujkálnak, de mindig melekülnek előlünk, úgyhogy nem egyszerű becsárkészni őket. Meleg kóbolyok ilyen kétkerekű rolleren. Nagyon ellenállóak. Na és hát ez a feladatunk első része. De hála égnek, hamarosan azért lemészároljuk őket, és akkor váltunk tovább egy kicsit izgalmasabb részhez. Ne izguljatok, nem lesz sokkal izgalmasabb. Én is annyira jól érzem magam a játék közben, hogy nagyon szörnyű. Ah. Még az elején úgy álltam hozzá ez a játékhoz, hogy belekezdtem, hogy ez mekkora királyság, öcsém, hoki zsebkendőket összeporszívózni, hú, öcsém, ilyet még nem láttam játékban, micsoda kreativitás, meg minden. És onnantól kezdve bizony mély hanyatlásba vonult a játék. Azért ettől kicsit kreatívabbak is lehettek volna készítők, de hát mi van, hát most ha már belekezdtem, végigcsinálom, na. És még ott van az az egy darab buzi kóboly. Jézus Krisztus! És még spanyolul mondja. Na, na, na. Egyém. Pusztulj meg! Én nem tudom irányítani ezt a túrót. Na, 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 na. Azt mondja. Na, végre. Jó, vele sikerült végezni, már akkor már csak egy delikvensünk van. És ha minden igaz, akkor végeztünk is. Azt mondja, hogy jó van, elkaptuk. És még felkelt, nem baj, megint elkaptuk. És el is kezdett villogni a felkiáltójel, ami azt jelenti, hogy végre végeztünk a hülye feladatunkkal. Igen, erre vártam. Nem mókából kezdtem, mert én csak így naturál gyilkolászni az embereket. És hát megint változatos helyre kell leparkolnunk, hisz az előző missionben is, ahol össze kell gyűjteni ezeket a hülye járműveket, akkor is ugyanide jöttünk, és láss csodát, megint ugyanoda. És jön a videó, hogy mekkora kemények voltunk. Hát igen, ez majdnem olyan jó volt, mint a Duke Nukem. Na, és megérkeztünk a plázába, a drága jó, Happy Meal-es menü játékokkal, amiket jár az acskó alakú plüsbábúk, és bizony megláttak minket a kockák, akik imádják a játékokat. Igen, nem csak ti nem értitek, én se értem a dumáját, valami Sailor Moon, meg mit tudom én, ilyeneket pofázott a hülye gyerek. És akkor a lényeg az, hogy a kockák betámadnak minket, mert meg akarják tőlünk szerezni az egyedi limitált szériájú robbanó krocsi játékokat, úgyhogy nekünk úgy kell eljutni a pláza másik oldalára, ami nagyjából egy labirintuson keresztül fog vezetni, hogy közben még jönnek ránk a kockák automata fegyverekkel, hát igen, nem minden napi fordulat, de tény is való, hogy ez így lesz. Így már is rohanok, mint a disznó, csak az a gáz, hogy itt tényleg olyan robinusosat csinálták meg, hogy nem lesz egyszerű, még eltalálok oda. És már lövöldöznek is minket valahonnan a kockák, de hát... Ó, és ott támad. Egy kocka. Még egy kocka, és leesett a feje. Ó. Igen, azok meg valami Star Trek-es kockák. Na jó, akkor megvan, azt hiszem erre kell menni. Igen, és sikeresen megtaláltam a WC-t, de ha zöld az ajtó, akkor az ki is fog nyílni. És... Akkor azt hiszem erre kéne? Nem erre kéne. Nem erre sem kéne. Milyen érdekes. Ó, és kinyílt az ajtó. Akkor erre tudunk tovább menni. És akkor itt fel a lépcsőn. Hát ne kérdezz, milyen kocka volt, ez valami nagyon izé... Hát már, ó, és itt jönnek ránk egy páron. Ami nem hittétek volna, de a kockák a legagresszívabbak az egész játékban, keményebbek, mint a tálibok. Még azok se gyengék. Hát hiába kocka virtus. Na szóval, azt hiszem itt izé átjutottunk, és akkor azt hiszem most le kell menni.
és le is megyünk szépen ezen a kis lépcsőn, és bizony, ne ijedjetek meg, de olyan jól van megcsinálva a játék, hogy már oda is értünk, ahova kellett volna, pedig nem ott voltunk, úgyhogy már is jön a chapter videó, komolyan mondom, ez egy volt a játékba. És a videó sincs elbaszva, azt is így csinálták meg a drága készítők. Itt magyaráz valamint a drága jó posszádút, hát a Here zacskó és Here kinézetű kedves emberüknek, az pedig megkapta a plüss figurákat, és nagyon boldog tőle, és gondolom előbb-utóbb majd felrobban. Hát, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az újabb szenvedést, találkozunk a következő mazoizmusnál. Addig is, sziasztok, hello!